A népi kézműves ajándéktárgyak iránti érdeklődés a modern társadalomban egy kissé alább hagyott, ezért az alkotók különböző marketing tanácsokat is kaptak a konferencián annak érdekében, hogy az elkészített ajándéktárgyak a piaci körülmények között is megállják a helyüket. Meg kell találnunk, hogy hogyan tudjuk ezt a paraszti kultúrából átörökölt tárgykultúrát a 21. század emberének átadni. Ez nem könnyű feladat. Illetve azt gondolom, hogy a befogadás készsége, tudása kezd kiveszni a társadalomból. Hiszen a mostani fiatal korosztály nem találkozik ezzel a kultúrával, csak nagyon minimálisat, és hogyha valaki nem tartozik, csak nagyon kevesek, tehát nem találkozik vele sem iskolában, se középiskolában nem találkozik, így nem is tudja, hogy ez micsoda, és innétől kezdve az a vásárló réteg, aki kötődne ehhez a tárgyhoz, az nincs. Néhány éve készítettek egy kutatást, melyben kísérletet tettek arra, hogy megszámolják, hogy hányan foglalkoznak a népi kultúrán alapuló tárgyalkotással. A számok azt mutatják, hogy nagyságrendileg 4000 aktív alkotó van, közülük pedig csupán 15% tud megélni alkotásainak értékesítéséből. A tömegtermelés megjelenésével a népi tárgyak iránti érdeklődés egyre kisebb lett, azonban Pál Miklósné saját tapasztalatai szerint úgy véli, hogy az emberek kezdenek rájönni arra, hogy mennyivel értékesebbek a kézzel készített ajándéktárgyak. Én most kezdem azt érezni, egy körülbelül 10 év óta, vagy 5 év óta, hogy egyre inkább fölértékelődik a magam által készített tárgynak az értéke, amit odaadok a barátomnak. És számomra egy nagyon nagy öröm, 4 unokám van, és figyelem, hogy a fiatalok a 10 évestől a 20 évesig milyen ajándékkal kedveskednek a barátaiknak. És azt tapasztalom, hogy egymás után készítenek valamit saját elképzelésük szerint, és a saját kezükkel. És ennek mostanság kezd egyre nagyobb értéke lenni. Ezeknek a tárgyaknak nem az ár miatt van értékük, hanem azért, mert az alkotó a saját elképzeléseit és tehetségét használja fel annak elkészítésekor. Az így elkészült alkotás egyedi és megismételhetetlen.